Azt hiszem, hogy ez az a mérkőzés, amit az ember egy picit bosszús, hiszen már az első félidőben lehetett volna két gólt rúgni, aztán végül is egy ponttal kell távozni. Igen, pontosan. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó iramú mérkőzés volt. Sok helyzetet kidolgoztunk, aztán mégis egy kontrából az ellenfelünk rúgott gólt. Szerencsére ki tudtunk egyenlíteni, mentünk a győzelemért, de sajnos már az idő rövid volt. Úgy nézett ki, hogy itt a mai mérkőzésen maximum az X lehet. De hát miért? Mert az első félidőben azért nagyon sokat támadott a Debrecen, és többet is birtokolták a labdát. Más problémák is voltak itt. Mint például? Mindenki látta a mérkőzést.